lehet az? Nem hallod? Kop, 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 kop. Ez Drosselmeier bácsi, mama keresztapja. Lesünk ki az ablakon. Nézzük meg, mit hozott. Semmit sem látok. Eltakarja az erkély. Akkor nyissuk ki az erkély ajtót. Nem szabad. A mama megharagszik. Tudod, hogy karácsonykor ki sem moccanhatunk. Hallod? A mama most megy le. A kaput nyitja, mindjárt nyílik. Igen, ez ő. Az ő csizmája koppan. Kop, 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 kop. Lesünk ki az ajtón. Nem szabad. Gyáva vagy. Tudni akarom, mit kapunk karácsonyra. Majd meglátjuk este a fa alatt. Kegyetlenség. A papa és a mama mindent tudnak. Mi meg csak ülünk és várunk. Várunk, várunk, várunk. Itt vannak. Gyere, hallgatózzunk. A gyerekek a szobájukban vannak. Ilyenkor tilos a vándorlás. Zárva a nappali, zárva a mi szobánk is, hiszen tudja Illés keresztapa. Micsoda zsarnok vagy, kislányom. Nem a mama zsarnok, inkább a papa az. Tudom, tudom. A gyertyagyújtásig szobafogságban vannak a kicsik. De azért mindig megkérdezem, hogy hol vannak a gyerekek. Az ember nem tudhatja, honnan kukucskálnak. Elég egy kis rés az ajtószárnyon, és ők már is mindent kirestek. Milyen jó, hogy nem leskelődünk. Nem, de csak hát hallgatózunk. Vagy sem, az az ő dolguk. A miénk meg az, hogy kizárjuk őket. A meglepetés akkor meglepetés, ha nem tudják, hogy mit kapnak. Már pedig a gyerek kíváncsi, nem igaz, kis húgom? Ezt honnan tudja Drosselmeier bácsi? Onnan, hogy egyszer ő is gyerek volt. Igazában én megértem őket. Én is leskelődtem karácsonykor. Hány éve is ennek? Hát valahogy 30. Mennyi? Van az 35 is. Túlságosan jól számol az uram. Ez különösen. Az a fontos, hogy emlékszel rá, mindig mindent ki akart fürkészni. Különösen karácsony estéken. Látod ő is? A mama beszél. No, meg reggel és délután, az egész héten. De régen volt. Mindent jól eldugtak. Régen ugyan. Amire emlékszünk, olyan, mintha ma történne valami, nem? 35 év, nagy idő, keresztapám. Gyerekeim vannak, Marika, Frici, az egyik 7 éves, a másik elmúlt 10. Elfáradtam ebben az ácsorgásban. Jaj! Ráadásul még a csomagok is. Szeretnék már a szalomba jutni. Bocsánatot tessék. Kérek. Tessék csak, tessék, Drosselmeier papa. Hallottad, Frici? Csomagok, csomagok! Mi lehet bennük? Mit csinált nekünk? Biztosan órát. Azt már kaptunk tőle. De most kakukkosat. Vagy zenélőt. Az is lehet, hogy mozgó babát hozott, magától táncoló, pici táncos nő. Na, már mozog jobb a katona. Bal jobb, bal jobb. Neked mindig a katonák kellenek. Örökké az olyára az eszed. Se táncos nő, se katona. Kész. Lefogadom, hogy megint órát hozok. Hiszen ő az órák mestere. Jé, milyen sötét lett. Esteledik. És ez a fény? Melyik? A falon. Biztosan valami szám volt. Az angyalok szánja. Miféle angyali? Hát karácsony van, most angyalok járnak. Ősz húzza a hatalmas szánokat, nem is a földön, fönt a föld fölött. Ostobaság, gyerekes dolog. Ez a szán a ház előtt ment el, lent a havon, nem pedig a levegőben. Hát, ha mégis. Hallod a csengőjét? Mégis az angyalok járnak a ház előtt, ők muzsikálnak. Ők csengetnek nekünk. Marika! Frici! Dehogy! A mama! Nem hallod a hangját? Marika! Frici! Frici! Marika! Boldog karácsony! Gyertek! Rohanás! 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 Nézzenek oda! Ezek megijedtek. Na, mit álltok ott? Lépjetek már bejjebb! Persze! De gyönyörű karácsonyfa! Ugye, az angyalok hozták. Azok, azok. A kis angyalok. Ők jártak erre. Látod, Frici, ők? Jaj, kedves, nem gyerekez már. Miért csapja be? Igenis, angyalok. Soha sem volt még ilyen csodafánk. És nézd az ajándékokat. Huszárok. És ott katonák. És egy sárga paripa. Tudtátok, ugye? Éppen ezt szerettem volna. Persze, hogy tudtuk. Edények, babák. Jaj, de szép ruha. Az enyém, fölvehetem? Igen, persze, a tiéd, csak te veheted föl.
Frici, szép leszek, kék tafota ruha. Hagyjál békén, lovagolok. Gyíte, sánka, gyíte. Bokros jószág, nem vetsz le meg, érted? Gyíj! Keményen! Megállunk, elbírok veled. A babám ruhája épp olyan, mint az enyém. Tiszta, kék tafota. Ne féljetek, régi babáim, nem lesztek mostohák. Ez itt a kémén seprő, ez pedig a Jancsi bohóc. Mutatkozzatok be egymásnak. Ő pedig a citerás, ő meg a trombitás. Fogadjátok be az új babát. A neve, legyen a neve Göndörke. Azért, mert olyan göndör a haja. Elfogadott, Göndörke? Elfogadta. Megint csengetnek. Rossz Ümeyer bácsi, ő rázza a csengőt. Rossz Ümeyer bácsi, mit kapunk, babát? Katonát. Babát és katonát? Igen, és mégsem az. Na, egy, kettő, három. De hiszen ez egy igazi kastély. Nézd, az ablakok, mögöttük a termek, gyertyák égnek bennük, és táncosok táncolnak. Nézzétek, Rosszmeyer bácsi is a táncosok között van. Valóban te vagy ott. Észrevettétek? Én is ott akarok lenni melletted. Az lehetetlen, kisfiam. Miért lenne az? Igen, igen, miért lehetetlen? Mert az ember vagy ott van, vagy itt. Igaz. Buta vagyok. Én a te helyedben nem mondanám, fiam. Ott is, itt is én csücsülök. Látod? Bent pontosan úgy, mint ahogy itt kint. Ej, keresztapám. Maga megint tréfál. Hát miért tréfálna velünk, keresztpapa? Igenis lehetünk egyszerre két helyen. Mikor, kicsikém? Mondjuk, ha álmodunk. Nagyon-nagyon igaz. Helyettem szóltál, de én hozzátenném, a mesékben is. Keresztpapa nagyon titokzatos. Akár ez az este. Szép karácsony este. Na, és most nézzetek körül jobban. Jé, egy aranyos kis emberke. Ki hozta, és kié? Mindenki. Mindenkit szolgál. Diótör mindenkinek. Ha a köpenyét megemeled kicsit, szélesre tártja a száját, hatalmas nagy száját, beleteszed a diót, így aztán lenyomod, krocs! És a friss dióbil már is itt van a kezedben. Na, hát csipegesd, Marika. Köszönöm, kedves, kedves diótörő. Diótörő. Hagyd békén, Frici, add ide, ne bánsd! Nem bántom, csak a diót töröm. De hiszen ez nagyon gyönge, fickó. Mit csináltál? Kitörted a fogát? Na és aztán, katona dolog. Különben is semmire kellő. Nem is ért a mesterségéhez. Szívtelen vagy, verd a lovadat. A diót törőt nem hagyom. Ez az enyém is. Adod vissza rögtön. Soha többé. Szegény diót törő. Mi az, gyereke? Frici, Marika, mi van? Nézd, mit csinált! Kitörte a fogát, nem is egyet! Ez diótörő! Nyámnyira legény, beképzel, fickó! Nem tud ez semmi! Frici! Szólj rá, mama, hogy adja vissza nekem! A diótörő jó kezekben van. Ezután Marika vigyáz rá egyedül. De hisz, hogy csak babusgatni tudja. Lehet, hogy éppen ez kell szegény kis embernek. Hogy babusgassák, hogy szeressék is. Ezt szeretni? Miért ne? Na, adj csak ide! Na látod, már is épp a foga. Varázsolni is tudsz. Na, ne túlozz, kislányom, megjavítottam. Na és most babusgasd. Egyszer majd elmondom a történetét is. Ne egyszer, most mondd el, meséld el, bácsikám. De csak ha vidám a mese, hamarosan aludni kell menni. Nem mindegy, hogy mivel alszanak el. Hallgassátok meg, hát diótörő és pirlipát hercegnő, egérfülboszorka és az órásmester igaz történetét. Meséld el, meséld! Azt a történetet, ami réges-régen így kezdődött el egy cégnapon.
Egy olyan napon, amikor a király vendégeket hívott ebédre lakomára. Királyné feleségem, angyalom, mivel elérkezett a disznótor ideje, összekürtölöm királyi komáimat, a fő étek. Hurka legyen. Tudod, hogy a hurkát rendkívül kedvelem. Szín arany kondérban keverem, jó királyi férjem, a finom bőrbe valót. Attól nem kap ízet. Szalonnát is pirítok majd hozzá, mivel az a legfőbb ízesítő. Helyes, látom. Tudod, milyen a zájam íze. No, már is megyek a szomszédságokba, de... Azt mondom a királyi cimboráknak, mindössze egy kanálka leveskére gyűjjenek, hogy a meglepetés annál nagyobb legyen neki. Jaj, csak olyanra sikeredne ez is, amilyen eddig minden hurkám volt. Nem szeretnék szégyent vallani. Nem is fogsz, királyné. Te mindig jól készíted a hurkát. Egérfül asszony. Igen. Te vagy az. Igen. Itt vagyok a konyhaszekrény mögött. Ha-ha. Nekem is akérlek abból a szalonnából. Királyné vagyok én is, nővérkém. Szeretnék egyszer egy jót lakmározni. Bújj elő, egérfül. Egyél. Köszönöm. Ha megkívántad. Tessék, tessék. Köszönöm. Kedves királyné. És a kis hiaim, azok is ehetnek? Ehetnek, de amúgy módjával. És adott a királyné a szalonnából? De hiszen az a királyné éppen miért olyan, mint... Miért ne adott volna? Hiszen szépen kérte. Egérfülasszony fürgén szökkent elő, hét neveletlen lúrkójával együtt. Felugrottak az asztal tetejére, és kakották a szalonna darabkákat. Nem maradt szalonna! Hagyjátok abba! Bestiát, mit csináltok? Éhesek a szegény királyfiak. Látod, hallod, hamar jól laknak. De egy morzsa sem marad. Ezt hagyjátok meg, hogy ne szidjon minket. De hiszen ez a legjobb falam. Mindig az utolsó, mindig az utolsó. Sipiszkölykök, futás a szekrény mögül. Uram, teremtő, mind felfalták. Alig maradt szalonnám. Ezt osszam be 77 hatalmas hurkába. Nem csodálnám, ha a lakomán egyszerre csak ezt kiáltaná a király. Kevés a szalonna ebben a hurkában. Kevés a szalonna ebben a hurkában. Ezt tegyük a komáim elé. Szegény király uram. Jaj, bűnös vagyok. Büntes meg keményen. Miért is engedtem meg? Kinek engedtél meg? És mit? A szalonnát. Egérfül falta föl azzal a hét akasztófára való kiskölykével együtt. Én meg még kínáltam őket, hogy tessék, tessék. Bosszút állok egérfül asszonyságon és az egész torkos pereputtyán. Hívják ide az udvari órásmestert és csodadoktort, Drosselmeier Illést. Drosselmeier Illés? De hiszen az te vagy. A király meg, mintha... Igen, éppen, mint a... Én vagy, nem én, nem mindegy, enye Frici. Inkább hallgasd a mesét, és ne kotyogj. Drosselmeier Illés kitalált egy csapdát. Hatalmas rácsot, szalonna csalétekkel, mely foglyul ejtette a falán kegereket, azaz az egérfülasszonyság fiait. Nincs irgalom, minden foglyot elpusztítani. Kegyetlen volt a férjed, királyné, de vigyázz, mert megbosszulom. Jaj lesz a gyerekednek, érted? Úgy, ahogy a fiacskáimnak. Átkozott csapda, átkozott szalonna. Megbűnlődtek a kis tolvajok. Nos, hát ennyi történt abban az időben, amikor még nem volt gyerekük. És amikor végre megszületett, akkor a király így kiáltott fel.
Látott-e valaki is szebbet Pirlipát hercegnőnél? Én a király mondom, soha senki. Te nem is örülsz, asszony? Örülök. Örülök. De a szívem remeg. Tenni kell valamit. Félek a bosszútól. Egérfül asszonság szörnyű bosszújától. Örökös motozást hallok a falakból. Állítsanak csapdát, amennyit csak lehet. Drosselmeyer illés csapdái vigyázzanak. Vigyáztak is, de hiába. Egérfül asszony minden csapda fortéját ismerte. Valami baj történt, Drosselmeyer bácsi. Hallgass már, Marika! Mondd tovább, keresztapa. Mondom, hát mondom. Amíg egyszer mind mélyen aludtak, egérfül szépen előpakodott, odaosott a kis hercegnőhöz, és megmarta szegénynek az arcát. Mi az? Mi történt? Ó, én szerencsétlen! Gyönyörű Pirlipátom, de csúf lettél. Most betelt a bosszú. Azért lett ilyen csúf, mert én megharaptam. Ó, átkozott csapdák! Csak ennyi hasznotok volt. Kiismertem őket, mint az embereket. Megyek a fiamhoz, Egér királyfihoz, mert már megint van gyermekem. 7 fiam helyett egy 7 fejű, 7 koronás. Ő követ majd a trónomon. Drosselmeyer illés! Drosselmeyer illés! Drosselmeyer illés! Felséges úr, hivatott. Valami baj történt? Még hogy baj? Hibásan működtek a csapdái. Nem fogták el egérfül asszonyságot. Nézze a lányomat. Csúffá marta. Önnek kell a lányomat visszaszépíteni. Na, de hát ez lehetetlen. Parancsolom! Sok mindenhez értek, de ehhez nem. Ha nem, hát akkor halállal lakol. Felséges úr, mindent megpróbálok. Először is azt kérem felségettől, hogy beszélhessek az udvari csillagásszal. Csillagásszal? Kristóf Zakariással? Kristóf Zakariás! Kristóf Zakariás! Kristóf Zakariás! Kristóf Zakariás! Kristóf Zakariás! Kristóf! Zakariás! Parancsoljon velem, felséged! Kristóf Zakariás, öreg cimbora! Tudom, milyen nagy veszélyben van. Honnan tudja? Csillagász vagyok, egy kicsit mágus is. Különleges képességeimmel mindent hallottam, mindent megértettem. Akkor talán azt is tudja már, hogyan mászom ki a csávából. Méghogy... Kend a csávából, hiszen mi vagyunk bajban. Ne feledje, most neki se könnyű. Már az igaz. A fejét veszem. Nagy könnyebbség ebben a helyzetben, hogy Pirlipát ő felségének erős foga van. Még pólyás, de már diótör. Itt lappang a megoldás nyitja. Igen. Lássuk csak. Igen, szívatszor. Évé, fó és nap. Igen. A csillagok ebben az órában hogyan is álltak? Na. Igen. Aha. Na. Igen, megvan. Beszéljen. A hercegnőt a rútító bűbájtól egyetlen módon szabadíthatjuk meg, ha megetetjük vele a Krakatuk dió édes belét. Krakatuk dió? Krakatuk dió. A Krakatuk dió olyan kemény héjú, hogy egy ágyú átgördülhet rajta. Hát akkor csak gördüljön! Mégsem törik össze. Ezek szerint marad a bűbáj. Én nem tudom, felség... Tovább, folytassa a horoszkópot. A szerencsétlenség napja és órája... A csillagok állása szerint... Mit mondanak a csillagok? Ezt a diót olyan valakinek kell a hercegnő előtt szétharapnia,
aki még soha nem borotválkozott. És sose viselt csizmát továbbá. Uram, teremtöm, hol van ilyen ifjús? Ez a dió. Fejezze be, kérem. Na. Már is cimbora, a dió magvát lehúny szemmel kell átnyújtani szegény pirlipátnak, és csak akkor nézhet újra fel, ha 7 lépést tett hátra botlás nélkül. Mert ha nem, arra száll az átok, aki a csúf hercegnőt megmentette. Akkor tüstént kezdjen a műveletbe, édes, kedves csodadoktor Drosselmeier Illés. A csizmátlan, csupaszképű ifjú azzal a dióval mielőbb itt legyen. De hiszen most kell még megkeresnem a krakatú diót és az ifjút is. Tehát nyakazunk. Király uram, a feladat megoldva. Nem volt más dolgom, mindössze csak az, hogy a barátom azt a csodamódot megjelölje, amit pirlipátot ismét szépítesz. Ostobaság, üres kifogás, lári-fári! Különben ezt maga oldotta meg a horoszkóppal, csillagász uram. Csillapodjon, felséges férjem. Bízzuk az órásmester úrra a krakatuk diót és az ifjút is. Akkor nyakazzuk csak le, ha semmi remény. Bánatában Drosselmeier Illés meglátogatta egyik rokonát. Drosselmeier Károly Nürnbergbe lakott a külső városban, és bábukat kétszeret. Elmesélte azt, amit én lektek, mire Károly így kiáltott el. Rokon, rokon, megmenekült, érti? No. Ezek aztán az igazi csodák. Kezemben a krakatuk dió. Gyorsan, gyorsan, mondja már gyorsabban. Sok-sok évvel ezelőtt karácsonytáján egy vándorárus állt meg a műhely előtt. Igen. A zsák dióját letette a földre. És? Abban a percben, nem. Inkább másodpercben. Jó, hát ez minden. Mi jó. Keresztül gázolt rajta egy rakott szekér a zsákban, minden dió összetört kivéve ezt az egy darabot, amit megvettem tőle drága pénzen, és bearanyoztam, hogy még jobban óvjam. Köszönöm, rokon. Ugyan. Ingyen kapja eztán az aranyat, amivel, amíg él, örökké dolgozhat. Ennyit megér nekem ez a dió, és még inkább megéri a királynak. Oh, ne! A szerencse nem jár egyedül. Itt az ifjú ember is, kedves rokon. Az én fiam foga olyan erős, hogy azzal töri fel a diót, és ráadásul eddig még nem borotválkozott, és csizma sem volt soha a lábát. Hol az a fiú? A háta mögött. Igaz ez, fiam? Igaz, Illés bátyó. Csodálatos, valóban csodálatos. Vállalod ezt a feladatot? Miért ne vállalnám? Hiszen semmiség. Jól hallottam, mit kell önért tennem. Hát akkor gyerünk gyorsan, gyerünk a király elé. Király uram, királyné asszony. Mi az, Illés? Itt a dió, és itt az ifjú is. Király uram, királyné asszonyom. Ezek szerint mégsem kell nyakazni. Na jó, ha minden sikerül, életben marad. Johannes fiam. Igen? Fogd meg a diót. Fogom, Illés bátyó. Húnj be a szemed. Húnyom, Illés bátyó. Behúnj szemmel, tedd a fogad közé. Igen? Aztán krik-krak. Morzsolt szét a héját, tisztíts meg, és a belét add a hercegnőnek. Ez igen, minden pontosan csinál az ifjú. A dió bele ott van pirlipátnál. Eszi is már? Eszi. Ó Istenem, gyönyörű lesz megint a lányunk. Még hogy gyönyörű, nem engedhetem meg. Csoda történt. Csoda! 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 Megint szép a hercegnő, mint régen. Johannes. Igen? Most hátrálj. Jó. Behúny szemmel. Igen. Vigyázz, éppen 7 lépés. 7 lépés, igen. 1. 1.
Átkozottak. Kettő. Vége a bosszúnak. Három. De most te is átkozott leszel. Te, aki a diót megtörted. A legutolsó lépésed keresztezem. Jaj, egyenfül asszony! Jaj, vigyázz egy egyenfül! Eleség! Szegény Johannes! Mi történt? Mi a baj? Ó, Istenem! Olyan csúf lettél, mint Pirlipát volt. Te átkozott esterlegény. Jaj, miattad halok meg én. De gyermekem majd megfizet. Ő hozza rád a végzetet. A hét fejű egér király elpusztít majd, ha megtalál, ha megtalál, majd bosszút áll. Bosszút állok, mama? Esküszöm, bosszút mi állok. Mi ez? Egérfül asszony hétfejű fia elfogni, agyon csapni! Korábban kell ahhoz felkelnetek, eltűnök a labirintusomban! De csúf vagyok. Mi lesz most már velem? Segíts rajtam, drága Illés bátyó! Kristóf Zakariás, készíts horoszkópot. Tudnunk kell, hogy mi váltja meg őt. Éppen azon dolgozom, cimbora. Beírom az utolsó perceket. Megnézem a csillagok állását. Igen. Igen, már látom. Tudom, hogy mi az ár. Kérem, mondja, én is hallgathatom. Hát miért ne? Hiszen önről van szó, Johannes. Torz alakja akkor lesz megint olyan, amilyen volt, ha egy leány rúgsága ellenére belé szeret. Karjából öleli.